Köszöntöm minden kedves nézőnket a Helyi Hírmondó mai adásában. Témáink: Jánosházi díjazotta a katasztrófa védelem világnapján, pesti srác a Szent Imre iskolában, a hölgyeket ünnepeltük tegnap. 1992. március 1-e óta a világszerte ezen a napon ünneplik a polgári védelem világnapját. A Vasmegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság ez alkalomból tartott ünnepséget, amelynek keretében elismerések átadására és a polgári védelmi emlékfal koszorúzására is sor került. A díjazottak között volt városunk egyik polgára is. A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-én alakult meg. Ennek 20. évfordulóján 1992-ben határoztak a polgári védelem világnapjának megrendezéséről. Magyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz, amelynek lényege, hogy felhívjuk szűkebb és tágabb környezetünk és a társ és együttműködő szervezetek, valamint a lakosság figyelmét a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés fontosságára. Az ünnepségen elsőként Horváth Tibor tűzoltó ezredes, a Körmendi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője mondott beszédet. Az ezredes beszédében kiemelten szólt a polgári védelmi szakterület kialakulásának fejlődésének folyamatairól, a szakterület kiemelt feladatáról, a kezdetektől egészen mostanáig. Az ünnepi beszédet követően dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes, a Vasmegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója a polgári védelem világnapja alkalmából a védelmi igazgatás, a lakosság védelme és a katasztrófa védelem érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Szent Flórián emlékplakettet adományozott Csikos Nagy József nyugállományú ezredesnek. Igazgatói ajándéktárgyat vehettek át Őr Istvánné a Vasmegyei Közgyűlés elnöki titkára, Glavanics Krisztina a Narda község polgármestere, ifjú Németh Tibor Alsóujla község polgármestere, Takács Péter László Kőszegszerdahely község polgármestere, Boriné Pörneci Martina Urayújfalu község közbiztonsági referense, Maka Istvánné Csörötnek község biztonsági referense, valamint városunk polgára Tullerné Szalai Ildikó, a Jánosházi Battyányi Lajos általános iskola tanára. Az igazgató gratulált az elismerésben részesülteknek, megköszönte a polgári védelem területén tanúsított magatartásukat, munkájukat és jó egészséget kívánt a továbbiakban. Az ünnepséget követően dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes, igazgató Bozzai Lajos, a Vasmegyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség alelnöke megkoszorúzta a Vasmegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság épületében lévő polgári védelmi emlékfalat. Az ünnepséget Bozzai Lajos, a Vasmegyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség alelnökének pohárköszöntője zárta. Az 56-os Pesti Srácok Intézet igazgatója Murányi Levente 56-os elítéltként már eddig is sok száz előadást tartott országszerte, amelyek minden alkalommal nagy érdeklődésre tartottak számot. Az intézet előadás sorozata egyedülálló és hiteles, amely annak köszönhető, hogy személyes történeten alapul, egyenesen egy kurvinközi harcostól, aki kamasz fejjel, fiatal társaival együtt utolért a kommunista rendszer vezérelte kegyetlen megtorlás, így koncepciós perek áldozata lett, és a börtönt is megjárta. Az intézet küldetésének tekinti, hogy a mai ifjúság számára továbbadja, megőrizze az elvet, amelyet történelmünk már oly sokszor bizonyított, akár az 56-os események során is, hogy összefogással semmi sem lehetetlen. E gondolatok jegyében látogatott el szerdán a Szent Imre általános iskolába az 56-os Pesti Srácok Intézet igazgatója Murányi Levente,
hogy előadásával hiteles betekintést nyújtson a forradalom eseményeibe. Az előadás után beszélgettem vele tapasztalatairól. Néhány perccel ezelőtt ért véget egy előadás a Szent Imre iskolában, aminek a témája 1956 volt, mégpedig egy olyan sajátos nézőpontból, amihez azt hiszem ma már egyre kevéssé juthatunk hozzá, egy szemtanú, egy egykori harcos nézőpontjából. Az első kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, járja az országot ezzel az előadással, hogy mik a tapasztalatok? Mit érez, hogy mennyire vannak képbe a fiatalok 56-tal, illetve mi a helyzet 56-tal kapcsolatban, hiszen még azt hiszem mai napig is sok a visszáság és az ellentét is az események megítélésében. Meglehetősen vegyes a tapasztalatom, tehát van olyan pozitív iskola, és nem azért mondom, mert most itt vagyok, mint ez az iskola is, ahol a fiúk, lányok, fiúk figyelmét észleltem. Tehát figyeltek, érdekelte őket, amit erről az eseményről mondok. És hát van olyan iskola is, ami ennek ellenkezője, és nem függ össze feltétlenül az iskola hírével vagy nagyságával, tehát nagyobb iskolákban, nagyobb városokban is voltam már olyan, ahol eléggé negatív volt a tapasztalat. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok minden függ a tanároktól és a családból hozott vélemények, ami a gyerekek fejébe elrakározódik. Itt én azt mondom, hogy az egyik legpozitívabb volt, amit itt tapasztaltam. Nagy mulasztásai vannak az úgynevezett rendszerváltás utáni kormányoknak ebben a kérdésben, hiszen ma sem tudunk egy csomó lényegbevágó dologról biztonsággal nyilatkozni. Én, aki ott voltam igaz gyerekként, de azért már 16 éves gimnazista, az már nem annyira gyerek, hogy mindent elfelejtsen. Sőt, ahogy öregszik az ember, az régi dolgok sokkal jobban előjönnek, mint a frissebbek. Én azt gondolom, hogy komoly történészkutató munkát kellene folytatni. Sajnos ennek van egy nagyon komoly feltétele, az anyagi része, amihez komoly pénzt kellene. Ma már minden megnézhető. Tehát feltételezem, hogy nem ásnának árkokat, buktatókat, vermeket az utunk közepére, a volt Szovjetunióban, azaz ma már Oroszországban is, ami lényeges különbség, tehát nem szabad összetéveszteni, és ott is lehetne kutatni. De hát kellene hozzá egy komoly pénz, hogy kimenni oda megfelelő szakemberekkel, megfelelő szintvonalú orosz nyelvi tudással, és akkor ott el kellene kezdeni a levéltárakba a témával kapcsolatos kutatásokat, ugyanígy itthon is. Tehát ehhez pénz kell. Én abban bízom, hogy eljön az az idő, nem is olyan borzasztó soká, amikor meg lesz ez a megfelelő pénz. Tegnap a nőnap alkalmából a művelődés otthonba várták a hölgyeket Jánosházán. Kis András városon polgármestere köszöntötte az ünnepelteket. Beszédében méltatta a nők fontosságát a világban, hiszen, mint mondta, talán az első művészeti alkotás ihletője is egy nő lehetett. Önök a létünknek alapjai, családunk megteremtői, önök viselik vállalkozni minden a gondjait, önök nevelik gyermekeinket, tartják bennük az eget, a lelket. A legelső művészeti alkotás is a nőkről szólt, ez volt a Milovic Vénusz. A régmúltban önökért háborúk törtek ki, országok birodalmak vesztek el, és születtek újabb. A köszöntő után Illé Zsuzsa jelentette be a vendéget, Pór Pétert, aki bájos kísérőjével együtt szórakoztatta a közönséget. A dal nem csak a színpadról szárnyalt, hiszen az ismert slágereket a közönség is együtt énekelte a művészekkel. A műsor után a hölgyek a hagyományokhoz híven nem mehettek haza üres kézzel, polgármester úrral, képviselő urakkal együtt a nagy terem ajtajában mindenkinek egy-egy szál virágot adott. Ennyi fért ma esti hírműsorunkba. Várom önöket a képernyők elé jövő heti adásunkban is.